Sziasztok! Miután megismerkedtünk az Epika és a Léra kialakulásával és az első jelentősebb műveivel, most a dráma műnemének kialakulásával fogunk foglalkozni. Továbbra is az ókori Görögországban járunk, és röviden áttekintjük, hogy mi az, amit tudhatunk az ókori Görög drámáról és a színházról. Honnan ered? Milyen műfajai voltak egyáltalán, milyen formában fogadta be ezeket a műveket az akkori közönség kezdjünk is bele. Mint oly sok minden másról, a dráma eredetéről is viszonylag keveset tudunk, tehát igazából egészen pontosan nem tudja a tudomány a mai napig, hogy pontosan hogyan alakult ki ez a műnem. A legelterjedtebb elképzelés szerint a dráma Kialakulása a Dionysos kultuszhoz köthető. Emlékeztek rá, Dionysos a főistenek egyike, a görög mitológiában, a bor, a mámor, az ünneplés, a bulizás istene. És a népi kultúrában tehát az egyszerűbb emberek, körében, ha úgy tetszik az ókori görög folklórban, nagyon erős hagyománya volt Dionysos kultuszának. És ennek a Dionysos kultusznak egy jellegzetes műfaja volt a Dityrambosz, ami tulajdonképpen egy Dionysos himnusz. A himnusz, erről is beszéltünk már, egy vallásos vagy valláshoz köthető lírai műfaj, tulajdonképpen egy istenségnek, vagy ritkább esetben egy valamilyen magasztos eszmének a dicsőítése, ezt hívjuk himnusznak az ódai műfajok közé tartozik. Na és a Diturambosz ennek egy alváltozata, a Dionysos tetteiről, cselekedeteiről, életéről szóló, magasztaló himnuszokat hívták Diturambosznak. Ennek nem igazán lett átmenete a modern költészetbe, tehát ha úgy tetszik ez a műfaj a modern lírában nem igazán van jelen, ha úgy tetszik kihalt, de az a lényeg, hogy, hogy ez a Diturambosz aztán a 6. századtól kezdve kardallá alakulva terjedt el és vált irodalmi műfajá. Tehát ezeken a Dionysos ünnepeken egy kar, egy szaló kar szavalta, illetve énekelte ezeket a Dituramboszokat, és egyszer egy adott ponton aztán ebből a karból kivált a karvezető, és így már dialógusba tudott bocsátkozni. A Tehát ezt a monológikus szöveget felváltotta egy dialógus, aztán idővel egy második, majd egy harmadik színész is kivált a kórusból, és ezzel már egészen komplex beszélgetések, dialógusok alakulhattak ki. Tehát valahol, a legelterjedtebb elképzelés szerint valahol, itt gyökerezik a mai értelemben vett színházművészet és a dráma műnemének a kialakulása. De nem minden tudós osztja ezt a nézetet. Vannak olyan elképzelések, amelyek szerint ez a népszokásokból, a különböző temetkezési szertartásokból és a hős kultuszhoz kapcsolódó rítusokból alakult ki a dráma és a színházművészetet. Mondom, a mai napig nem tudjuk pontosan erre a választ. De az, az bizonyosnak tűnik, hogy valamiféle vallásos gyökere van a dráma műnemének. Aztán, ha az ókori Görögországban élő dráma művészetről beszélünk, akkor mindenképpen beszélnünk kell a dráma versenyekről, hiszen ez adta a keretét a színház művészetnek. A Dionysos Kultus. Pelszisztrátosz tyrannisza alatt lett állami ünnep, tehát akkor lett egy ilyen folklór elemből hivatalos állami ünnepi, és ez pedig egy éves nagy ünnepben, az úgynevezett Nagy dionüsziában csúcsosodott ki. Ez volt a polisznak az egyik, legfont, vagy ha nem, a, nem is az egyik, hanem a legfontosabb kulturális eseménye. Ezen mindenki ott volt, szegények, gazdagok egyaránt. Tehát ez egy olyan, olyan esemény volt, ami a polisz teljes lakosságát összegyűjtötte. És ennek az ünnepségnek a legfontosabb eseménye volt a drámaverseny. Egy nagyon jól kidolgozott és nagyon kifinomult rendszer szerint zajlott ez a drámaverseny. Egyaránt versenyeztek a tragédiaköltők és a komédia költők is, vagy a tragédiák és a komédiák is. A tragédia szerzők egy úgynevezett tet ö ö drámai tetralógiával versenyeztek. Ez azt jelenti, hogy három tragédiából és egy úgynevezett szatírjátékból állt ez az úgynevezett, ö hát tulajdonképpen versenyprogram. Ezek tematikusan összefüggtek, tehát egymással összefüggő történeteket dolgoztak fel ebben az összesen négy műben. A szatírjáték is. Egy érdekes dolog, ez a mai színház művészetben már nincs jelent, tehát tulajdonképpen ez a, ez a műfaj is kihalt, ahogyan a nevében is benne van a, a szatír szó. A mitológiának kevésbé komor, kevésbé feszes, kicsit oldottabb, hangulatú történeteit dolgozták fel ezek a szatírjátékok, és valószínűleg ez is lehetett a szerepe, hogy azt a nagyon komoly, nagyon emelkedett hangulatot, amit a három tragédia előidézett, tehát hogy ezeknek a tragédiáknak a hangulatát egy kicsit oldják. Uh, további a információk a drámaversenyről, tehát azt úgy kell elképzelni tulajdonképpen, mint hát ma leginkább a fesztiválokhoz hasonlítható. Ez, ez uh, olyasmi lehetett, mint egy egyszerre vallási, egyszerre kulturális ami ugyanakkor egy, egy, fontos közéleti esemény is volt. Ennek az előadásai, ezek reggeltől egészen napnyugtáig folyamatosan zajlottak egész nap. És ugye ma megszoktuk, hogy nagyjából a színház látogatás legalábbis jó esetben úgy néz ki, hogy, hogy azért az ember igyekszik normálisan felöltözni elmegy a színházba, ott szépen egy helyben ül, alapesetben nem telefonálgat, nem eszik ropit. Tehát a, a színháznak van egyfajta emelkedettsége. De most ez az ókori Görögországban ezeken a drámaversenyeken azért máshogy nézett ki. Itt az emberek jöttek, mentek, ételárusok voltak, az emberek ettek, beszélgettek egymással, és bizony, ha nem tetszett nekik az, ami, az ami a szín, amit a színpadon láttak, akkor ki is Nyilvánították a véleményüket. Tehát egy picit más volt a hangulata ezeknek a színházi előadásoknak. Na, de ez azért mégiscsak egy verseny volt, tehát itt tényleg verseny zajlott. Egy nagyon kifinomult rendszer szerint választottak bírákat a közönség soraiból is, és ezek a bírák szavazással döntötték el a verseny rangsorát. Az első díj, az első helyezés az egy nagyon-nagyon komoly presztist jelentett, pénzdíjjal is járt egyébként, tehát az feljegyezték, hogy kik nyerték meg ezeket a drámaversenyeket, és mint mondtam, az nagy dicsőségnek számított. A harmadik hely viszont tulajdonképpen a bukással volt egyenlő. Az ókorból három tragédia írótól maradtak fenn teljes művek, őket úgy is emlegetjük, hogy a tragikus triász, Aiskylos, Sofoklész és Euripidész, ez a három szerző, és az ő műveiket a mai napig játsszák a színházak, ott vannak még a XXI. században is a teátrumoknak a repertoárián. Na tehát ennyit a, a drámaversenyről, arról a keretrendszerről, amiben zajlott a színházművészet az ókori Görögországban, és most beszéljünk egy picit magáról a színháznak az épületéről. Szerencsére viszonylag sok mm, maradvány, vagy sok rom fennmaradt, sok régi színház épületnek maradtak fel romjaik, némelyik egész jó állapotban. Én most héten egy gyors Google-is kereséssel szedtem elő ezt a fényképet, ennél jobb állapotban lévő színházak is vannak, de ez is nagyon jól mutatja, hogy, hogy hogyan nézett ki az ókori görög színház. Amint azt láthatjátok is, ez egy szabadtéri épület volt, és általában olyan helyekre építettek színházat, ahol egyébként is voltak például jósdák, vagy kultikus helyek. Tehát olyan helyekre épültek a színházak, ahol egyébként is sok ember megfordult. Az is látható, hogy itt a természetes terepviszonyokat kihasználva építették általában domboldalakba ezeket az épületeket. Látható, hogy van egy félkör alakú nézőtér, ez görög szóval teátronnak hívják. Középen van ez a félkör alakú nagy tánctér, tulajdonképpen ez nem is színpadnak mondható még, hanem tánctér. Ide vonult be a kar, és itt tartózkodott a kar, ezt görög szóval orkhésztrának hívják, vagy hívták. És emögött volt, itt már nem látszik, de, de egy, ezt egy fal kezdetben függöny, később pedig egy fal választotta el a hátsó színpadtól a szkénétől. A szkénének a, a tetején is ö, voltak színészek, tehát ott játszottak a, a például, amikor az istenek megjelentek egy-egy színdarabban, amiket egyébként nagyon okos emelőszerkezetekkel, úgynevezett mechanikkal fel tudtak emelni, azok is a szkéné fölött voltak, illetve az orkhéztra orkésztrának a hátsó részében, a szkéni előtt közvetlenül volt egy, általában egy pár lépcsőfokkal megemelt színpad, és ott játszottak, a, ott, ott zajlott a, színészeknek a játéka. Tehát az orkésztrán inkább a, a kar volt jelen, és a, a, színészek pedig a szkéni előtti színpadrészen részen játszottak. Döbbenetesen jó az akusztikája ezeknek az épületeknek a mai napig. Én sajnos még nem voltam ilyen ókori színházban, de akik uh, ismerőseim, akik jártak ilyen helyen, azok tanúsíthatják, hogy tényleg egészen a leghátsó sorban is lehet hallani, amikor normál hangerővel beszél odalent egy ember, tehát okosan ki volt ezt találva. Lényeges eltérés még a mai színházzal uh, mai színházhoz képest, hogy nem voltak még színésznők, tehát csak férfi színészek voltak, Különösebb díszlet sem volt, a színpad közepén volt egy oltár, ugye ez is őrzi még a színházművészetnek a, a vallásos gyökereit, tehát díszlet különösebben nem volt, azt jelzésértékűen mutatták, hogy egy palotában vagy egy palota előtt játszódik az, az adott jelenet, de olyan kifinomul díszletezés, mint a mai modern színházakban nem volt. Ugyanígy nem voltak jelmezek sem, egyszerűen a, színészek azok a hétköznapi ruháknál pár fokkal díszesebb öltözékben voltak. Az, hogy milyen szerepet játszanak, azt nem jelmezzel, hanem maszkokkal jelezték. Nagyon jól kidolgozott és nagyon érzékletes maszkok voltak az ókori görög színházban. Ezekkel a maszkokkal jelezték az adott szereplőnek a nemét, a tulajdonságait, az, hogy az, akár azt, hogy milyen, milyen jellemvonásai vannak tehát maszkokat viseltek a színészek, és díszes ruhát. Illetve a szatírjátékban voltak jelmezek, azok már ilyen viccesebb öltözékek voltak, amik hozzájárultak ezeknek az oldottabb műveknek az előadásához. Aztán érdemes még megemlíteni egy sajátos lábbelit, amit az ókori görög színházban hordtak, ez a kotornosz, ez tulajdonképpen egy puha bőrsorum, aminek az volt a különlegessége, hogy vastagabb talpa volt, mint a hétköznapi saruknak, és az volt a funkciója, hogy egy picit megemelje a színészeket, hogy jobban látszódjanak. És a McHoney-ról pedig már beszéltem, hogy azokat a szkénében működtették, és azokkal emelték a különböző isteneket. Innen ered egyébként a Deus Ex Machina kifejezés is. Tehát így nézett ki nagyjából az ókori görög színház a rendelkezésünkre álló források szerint. És akkor az utolsó egységben beszéljünk arról, hogy hogyan nézett ki az ókori görög színdaraboknak a szövege, hogyan épültek fel ezek az irodalmi művek. A témájukat ezek a szövegek a mitikus múltból, tehát tulajdonképpen a görög mitológiából Vették. Tehát nem kortás eseményeket dolgoztak fel, mint mondjuk manapság a kortás drámák, nem hétköznapi történetek jelentek meg itt a színpadon, hanem a mitológiából vett történetek. Tehát magukat a sztorikat, az, hogy kivel mi történik, mi a Történetek vége. Azt tulajdonképpen ismerték a szerzők, tehát pontosan tisztában voltak a történetekkel. Nem azért mentek színházba, hogy valami izgalmas sztorit lássanak, aminek nem tudják a végét. Mindenki ismerte ezeket a történeteket. Pont az volt a lényeg, és az volt a versenynek a tárgya, hogy ki tudja érzékletesebben, esetleg szebb nyelven, vagy valamilyen más, egy, egy, egy új nézőpontból bemutatni ezeket a történeteket. Tehát a, a színpadon látott történetek világa az elég élesen különbözött a hétköznapok világától. Egy jóval filozófikusabb, jóval mélyebb világ volt az, mint a, mint a hétköznapi élet. Tehát azt is lehet mondani, hogy ezek a nagy színház ünnepek, ezek kiszakították az embereket a hétköznapi valóságból, és valami mélyebb, bölcsebb valóságnak a részesei voltak arra az időre, amíg a, amíg a színházban voltak. És ahogy mondtam, ezek a, ahogyan az egész ókori görög, kultúra, meg ez a, ez a mitikus eredetű irodalom, ahogyan már korábban is erről beszéltünk, ez egyszerre volt művészeti élmény, egyszerre jelentett vallásos élmény, és egyszerre volt egy nagyon komoly közösségi erő, tehát volt, volt ennek egy, egy, politikai tartalma, és összefogta a polisznak a közösségét. Tehát egy nagyon, nagyon sokrétű komplex élmény volt egy ilyen színházi ünnep egy nagy Dionysia, meg a, meg a tragédia verseny. Maguknak a daraboknak a szövege egy bevett séma szerint épült fel. Ezek, ne, ezek részben a mai drámák szövegeiben is, szövegeire is, vagy felépítésére is, uh, tulajdonképpen hatást gyakorolták, bár ma azért nem ennyire kötött a drámáknak a felépítése. Ugye minden darabban volt egy előbeszéd, ami fölvázolta a drámai alaphelyzetet, ez görög szóval prologosznak hívjuk. Itt zárójában jegyzem meg, hogy szerintem már a görög elnevezéseket én biztos nem fogom számon kérni a, a, diákjaimtól, csak azért írtam ide, hogy aki mondjuk emelt szintű magyar érettségén gondolkodik, azoknak, azoknak szerintem azért illik ismerni, de talán az általános műveltségből már kezd ez kikopni, de biztos, hogy biztos ideértem a görög nevüket is. Tehát volt a prologosz, az előbeszéd, amiben, amiben kibontakozik a drámai alaphelyzet, aztán következik az a rész, amikor bevonul a kar, és eközben e énekel, vagy szaval, ezt hívják parodosznak. Aztán követik egymást dialógusok, a párbeszédes jelenetek. Ez vagy két színész, vagy egy színész és a kar között zajlik, és görögül ezeket Epeisodionnak hívják. Azután vannak a karnak olyan szövegrésze is, amit állva szaval, ezeket hívják Stasimonnak. Vannak olyan szakaszok a drámában, amikor a tragikus hős a végkifejlett előtt egy panaszban egy panaszt mond el, vagy egy ilyen panaszos szövegrészt mond el, ezt úgy hívják, hogy kommosz. És végül a drámáknak a zárlata az, amikor a kar levonul a színpadról, és az a szöveg, amit ekkor mond, azt úgy hívják, hogy exodosz. Nos, ennyi lett volna röviden az ókori görög színházról és a drámáról szóló videó. Hamarosan jelentkezem, sziasztok!